7 pontos cáfolatot állított össze az Európai Bizottság azért, hogy a magyar kormány múlt héten elindított tájékoztató kampányát hiteltelenítse. Juhász Attila, Simon, a Heves megyei közgyűlés képviselője azt mondta, Brüsszel így próbálja elhallgatni a bevándorlást ösztönző terveit. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament honlapjain azok a dokumentumok, illetőleg azok a döntések, amelyeket a magyar kormány felsorakoztatott, megtámogatva azon érveket, hogy Brüsszel, az Európai Bizottság és az Európai Parlamenti képviselők, vagy legalábbis ezeknek a bevándorláspárti része a migrációt támogatja, eléggé pregnánsan megjelennek. Legyen szó itt a migráns kvótának az elfogadásáról, amelyről döntött a parlament, legyen szó esetleg az Európai Bizottság által indított azon programról, melynek keretében ugye 63 ezer migráns kapott migránskártyát. Hozzátette, a weboldalak tanúsága szerint megcsonkítanák a nemzetállamok határvédelmi lehetőségeit is. Ez szerint mindössze 10 ezer Frontex katonával védeni az Unió, az összesen mintegy 50.400 kilométernyi határszakaszát. Juhász Attila, Simon szerint ez a létszám csupán mintegy 200 kilométer határszakasz védelmét biztosítaná. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy a magyar ellenzék eddig minden migráció támogató döntést megszavazott az Európai Parlamentben. Többek között azt, hogy a 2021-28-as költségvetési ciklusban csökkentsék azoknak az államoknak a támogatását, melyek nem akarnak bevándorló országgá válni. Hozzátette, a Franz Timmermans által támogatott ellenzék minden módszerrel megpróbálja megakadályozni a határvédelmi törekvéseket. Ezt támasztja az is alá, hogy Timmermans részt vett a szocialisták kampányindító rendezvényén is.